Így 40 fölött még elég jól megy, ugye? De jó, nem teszem föl a találós kérdést, mert felszoktam. Hány éves a kapitány? Majd utána, aki kitalálja, az meghívhat egy sörre. Na, csak azért, hogy pihenjek egy kicsit. Most megint a kollégám Szabó István fog vezényelni, méghozzá egy szlovák szerzőnek a művét, akit úgy hívnak, hogy Pagyivi, és a műcíme Szedjacska. Nem tudom, mit jelent, de biztos van, aki tudja. Thank you.
Egy szép keringő, közismert keringő következik, amit Dmitri Sosztakovics írt, méghozzá Cselessen írta, mert abban az időben, amikor ezt írta a 30-as években, akkor ő ezt tulajdonképpen jazz suite-nek írta, de Cselessen azt a címet adta neki, hogy Esztrát suite. Tehát a második jazz suite-ből a második keringő következik. Thank you.
Most zenekarunk legfiatalabb leánya következik a doboknál, aki a szólójával ékesíti majd a Varázslatos Dobok című művet. Elfelejtettem mondani, hogy sajnos ez volt az utolsó számunk. De ha gondolják, egy ráadás számunk van még. Azt játsszuk az egészet, vagy csak a felit? Jó, akkor az egészet.
Nagyon szépen köszönjük ezt a lehetett kapcsot, és ha meghívást kapunk, szívesen jön jövőre is, augusztus 20, május 1, bármikor. Ha szívesen látnak, jövünk, és mi is szeretettel fogunk jönni. Köszönjük szépen még egyszer, hogy itt lehetünk. Köszönjük szépen Karnagy úrnak és a zenekar minden tagjának ezt a felgetegés és felejthetetlen élményt. Hagyományaink szerint augusztus 20-án lelkészeink megáldják az új kenyeret. Felkérem Erdős Attila római katolikus plébánai kormányzót, Kovács Tamás református lelkipásztort és Kovács Bálint baptista lelkészt, hogy szenteljék fel az új kenyeret. Tisztelt jelenlévő kedves gyülekezet, azt gondolom nem vagyok egyedül azzal a gondolattal, azzal az érzéssel, hogy egy nagyon jó és nemes hagyomány az, hogy országunk határain belül és kívül ilyenkor augusztus 20-án megállunk egy néhány percre, és megemlékezünk alkotmányunkról, hálát adunk azért, mert új kenyeret kaptunk a mindenható Istentől, és különösen jelentős ez a mai napokban, amint az ünnepi beszédben is hallhattuk, hogy tízezrek vannak, akik hontalanok országunkban, akiknek a mindennapi kenyér bizonytalanságában kell eltölteni napjaikat. És nekünk, amikor kenyerünk van az asztalon, akkor hálát adhatunk azért, mert a mindenható Isten gondoskodik rólunk. A megterített asztalon itt a kenyér, és amikor erre nézünk, akkor természetesen köszönetet mondunk azoknak, akik szántottak, vetettek, földet művelnek, arattak, szállítottak, sütöttek, dagasztottak, és azon túl, hogy nekik köszönetet mondunk, a bibliai szava jut eszünkbe, hogy emberi a munka és isteni az áldás. És az Isten áldása nélkül nem lehetne mindez. Pál apostol biztat bennünket, és az ő szavait hadd olvassam, hogy háladással nézhetünk a jövő elé, mert ő így fogalmaz, az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre. Aki magot ad a magvetőnek, és eledül kenyeret megadja, és megsokasítja vetőmagotokat, és megszaporítja igazságotok gyümölcsét. Azt kívánom, hogy amikor kezünkbe vesszük a kenyeret, a hétköznapokban, amikor talán rohanunk ebbe a rohanó világba, akkor emeljük fel lelkünket, szívünket, gondolatunkat, és talán elmondhatunk egy imát a mindenható Istennek, akinek köszönhetjük azt, hogy van kenyerünk, van hazánk, és az ő egyszülött fiában, az Úr Jézus Krisztusban van örök életünk. Amen. Isten igéjét olvasom János evangéliumának 12. részéből a 24. verset. Jézus mondja, ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egymaga marad. De ha meghal, sokszoros termést hoz. Kétféle magról beszél Jézus, amely kétféle életútra utal. Kétféle emberre. Az egyik magának van. Magáért él. A másik a másikért van, az életért van. A földbe vetett búzaszemhez hasonló, amely ugyan elhal, de sokszoros termést hoz. Megvan a küldetése, a sorsa, amelyet Istentől fogad el. És így meg lesz az ő életének a gyümölcse is. Az új kenyér utal
erre az életre, hiszen ahhoz, hogy ma fölszelve megkóstolhassuk, sok-sok búza szemre volt szükség, amelyet a földbe vetettek. A jó íze, a gyümölcse itt van ezeknek az életeknek. Ma este, mikor hallgattam a rázene, a városi fúvórzenekart, és figyeltem a karnagyokat, eszembe jutott az, hogy kicsit ilyen az ő életük is, több mint 40 esztendő a zene szolgálatában, művelni egy hazát, gazdagítani. És ennek a több mint 40 éves karvezetői szolgálatnak a gyümölcsét, a termését minden jó ízével együtt ízlelhettük ma este. De hadd idézzek egy másik példát, amely egy kicsit távolabbi múltba vezet, a pósmegyeri református tanítók emlékét, akik fölbevetett búzamagként éltek, és az ő életüknek sokféle gyümölcse van, sokszoros termést hozott, amelynek javaiból még ma is ez a nemzedék is részesedhet. Megköszönöm a kedves egybegyűlteknek, hogyha megnézik, megtekintik az iskola történeti kiállítást, amely az ő emléküket idézi fel. Kedves testvérek, egy tárgyat vagy akár ételt is megáldani, más szóval megszentelni, azt jelenti, hogy azért imádkozni, hogy az Isten annak a használójának, vagy ennek a kenyérnek, jelen esetben az elfogyasztójának adjon kegyelmet, segítséget az életében. Tehát amikor megáldjuk ezt a kenyeret, akkor azt kérjük a Jóistentől, hogy az ne csak az elfogyasztójának a testét táplálja, hanem a lelkét is erősítse meg. Segítségünk az Úr nevében, aki az eget és a földet alkotta. Uram, hallgass meg kiáltásunkat! Az Úr legyen veletek! Könyörögjünk. Istenünk, gondviselő atyánk, minden nap kértük tőled a mindennapi kenyeret, és ma ez évben kapott ajándékotként idehoztuk eléd az új kenyeret. Hálánk jele, amikor rá szent fiad jelét rajzoljuk, és hálás szívvel örömmel fogyasztjuk. Nem csak kérni, de megköszönni is akarjuk a mai napon az új kenyeret neked, aki gondunkat viseled. Hálát adunk mindazok munkájáért, akik szántottak, vetettek, arattak, szállítottak, őröltek, dagasztottak, sütötték, hogy illatos ajándékod minden nap asztalunkra kerüljön. Fogadd érte, Urunk, köszönetünket, és áld meg asztalunkra került kenyerünket mennyei áldásoddal, hogy hálás lélekkel fogyasztva, érte neked és embertársainknak hálát adva, testünk lelkünk gyarapodására szolgáljon. A mi Urunk Jézus Krisztus által, aki nekünk mindennapi kenyerünk, örök életünk és üdvösségünk, és aki veled él és uralkodik mindörökkön örökké. Megemlékezésünk végéhez érve énekeljük el közösen a szózatot. Thank you.
Mindenkinek köszönjük szépen a részvételt. Arra kérnék azonban minden jelenlévőt, hogy amennyiben lehet, akkor maradjunk még együtt. Ahogy lelkipásztor úr is említette, az iskolaépületben még megtekinthető a Pósmegyeri Iskola történeti kiállítás, ami felejthetetlen élményt nyújthat nem csak pósmegyeriek számára, a megtekintés kifejezetten ajánlott, illetve a kiállítás után közben az önkormányzat szeretné mindenkit megvendégelni egy falatkenyére, illetve egy pohár borra. Köszönjük szépen!